Düsseldorfban provokálja a világ politikai közvéleményét a legismertebb kínai kortárs művész Ai Weiwei. A minden eddiginél nagyobb kiállításának mottója minden művészet, minden politika. A tárlat valójában egy gyűjtemény azokból az alkotásokból, amelyekkel a művész az emberi jogokra, de legfőképpen a hiányukra hívta fel a világ figyelmét az elmúlt években. A fővonalat a 2017-ben bemutatott Emberáradat című projektje adja, amely az európai migrációt mutatta be eléggé testközelből. A mostani megnyitón is, ahogy mindig, saját meghurcoltatásán keresztül beszélt az alkotásokról. Azt mondta, tudja, mit jelent, amikor az embert elnémítják, amikor idegennek látnak valakit, amikor eltűnik az ember életéből a biztonságérzése, amikor otthontalan lesz. Ez egy nagyon világos érzés. Mondta, bizonyos értelemben mindenki migráns, nem csak azok a bevándorlók, mindenki, akinek az életéből hiányzik ez az érzés, akinek elvették az emberi jogait, a szabadságát. Jó lenne, ha ezek az emberek egyszer visszakaphatnák a hangjukat, hogy meg tudjanak szólalni. A kiállításon újra látható a menekültek hátrahagyott ruháiból készült installáció. Ai Weiwei 2015-ben a saját szemével látta, mi történt a görögországi Leszboszon. Ott nyaralt azután, hogy a rendszer kritikája miatt kitiltották Kínából.